Csajó egységi ügyre visszatérve, bár minden ilyen frappánsan és gyorsan megoldódna, mint ez a probléma, ez az ügy. A hazatérésünk óta pár telefonon már túl vagyunk, és hát tisztázottak a körülmények. Tulajdonképpen ez a szociális épület, ez valóban nem a MÁV területére épült annak idején, hanem a mai napig az önkormányzat tulajdonában álló területen áll. Említettük az előző riportban, hogy végül is a Warfelnök íróda az teljesen alkalmas lenne egy új szociális blokknak a kialakítására. És így hát örömmel jelentetjük, hogy a mai napon gyakorlatilag a megbeszéléseink eredményeként a faháznak a közművezetéke az visszakapcsolásra kerül. Tehát a kollégák visszaköltözhetnek, birtokba vehetik ismételten a eddigi szociális létesítményüket. És ugyanakkor a héten már megy az engedély a vezérigazgatóságtól a helyi ingatlan gazdálkodási központ felé a tervezési engedélyek elkészítetésére. Tehát, hogyha a megbeszéltek szerint az ígéretek valóra válnak, akkor a tervezés engedélyezés folyamatát követően jövő év elejére elkészülhet a új szociális blokk, amely tartalmazni fogja egy tusolót, kézmosót és egy angol WC-t, és addig gyakorlatilag használhatják ugyanúgy a kollégák a meglévő faházikot, mint ahogy eddig. Egyéb iránt a új létesítménynél tovább tart az engedélyek meg a pályáztatásoknak a lebonyolítása, kiírása, mint maga a munka. Ezt önmagában tulajdonképpen a IK nagyjából 2 hétre taksálta. Úgyhogy remélem, hogy ez a dolog véglegesen nyugodt pontra kerül rövidesen.